A budapestiek körében is egyre népszerűbb a kerékpár használat, amely nem csak költségeit, hanem környezetre gyakorolt hatásait tekintve is a legjobb megoldás a városon belüli közlekedésre. Korábban éppen a kerékpár nagyhatalomként elismert hollandok végeztek vizsgálatokat, amelyek kimutatták, hogy a hasonló beépítettséggel, borítással, illetve zöld növényzettel rendelkező területeken a nyári melegben akár 3-4 fok különbséget, azaz pluszt is produkálhat az autóközlekedés, szemben azokkal a területekkel, ahol csak a kerékpárok közlekedését engedélyezték. A kétkerekűek használata nem csak a város lakók, hanem a környezet javát is szolgálja, ám vannak olyan területek, például a hegyvidék magasabban fekvő területei, illetve a budai hegység erdei, ahova egyszerű kerékpárokkal lehetetlen a feljutás. A pilisi parkerdő a kerékpárral is járható területeken már 7 évvel ezelőtt kijelölt egy erdei biciklis úthálózatot. A Pilis Bike projektben mintegy 350 km hosszú erdei utat használhatnak adott keretek között a kerékpárosok. Mostantól pedig egy újabb fejlesztés eredményeit is élvezhetik. Az elmúlt évben az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ segítségével, illetve támogatásával erdei utakat is tudtunk felújítani, és örömmel láttuk, hogy ezeket az utakat a kerékpárosok örömmel vették birtokba. Nem olyan régen, júniusban a Pilisi Parkerdő és az Aktív Magyarország együttműködésének köszönhetően egy újabb színfolttal bővült ez a kerékpáros szolgáltatás. Szentendrei erdészetünknél ugyanis egy e-bike kölcsönző nyílt, 20 darab kerékpár bérelhető itt csoportok számára, akik négyféle különböző nehézségű, de vezetett erdei e-bike elbringa túrán vehetnek részt. A szakvezetők, azaz a túravezetők nem csak a terepviszonyokat mérik fel, hanem azokat az erdei látnivalókat is sorba veszik, amelyekre egy-egy túrán az elektromos rásegítésű kerékpárokat használóknak mindenképpen érdemes figyelni. Egy személyes élmény az, hogy én jó magam nem szeretek annyira kerékpározni, nem vagyok egy nagy kerékpárbajnok, ugyanakkor azért a kollégákkal mi is kipróbáltuk ezeket az e-bike-okat, és nagyon érdekes tapasztalat volt az, hogy sokkal könnyedebben teker velük az ember, és sokkal jobban rá tudunk így például hangolódni magának az erdőnek a csendjére, hiszen az embernek nem kell akkora erőt kifejteni ahhoz, hogy egy oldalon felfelé haladjon, jobban tudod figyelni az őt körülvevő természetre, erdőre. A túrák szervezését a nyári meleg nem befolyásolja, hiszen a fákkal sűrűn borított erdőkben ligetes kerékpárutakon akár 8-10 fokkal is jobb a hőérzet, mint a városban. Maguk az e-bike túrák szentendrei erdészetünktől indulnak el, és a Pilisben, illetve a Visegrádi hegységben tehetünk a négyféle túrán kalandozást. Választhatunk, hogy teszünk egy rövidebb, egy 25 kilométeres túrát, vagy akár 50, vagy kicsit több kilométert tekerünk. Nem lesz semmiképpen sem megterhelő. A túravezetőink pedig garancia arra, hogy mindenki hasznos élményekkel és új információkkal fog gazdagodni egy ilyen kirándulás során. A túravezetőkkel akár 15 fős csoportok is járhatják elektromos rásegítésű kerékpárral az erdőket. A túrák nagy része 30 km körüli, 3-4 óra alatt teljesíthető, és nem igényel jelentősebb erőléti felkészülést.